Tehát ugye a BMX extrém sport, mindjárt jól ismerjük. Trükközésnél nem jön jól, hogyha magasan van a nyereg. Ugye a BMX az extrém sportra, ugratásokra, flatlandre való. Ezért a nyereg tulajdonképpen csak dísznek van, mint egy ilyen segfejtés védelem céljára. Viszont mi van, ha haza akarok gurulni a BMX-el? Hát vagy guggolok, vagy állok rajta, kurvára megfájdul a térdem. Sokan emiatt térdízület kopásban szenvednek, abba kell hagyni a sportot, esetleg még görbebotra is kényszerülnek. Pedig a megoldás nagyon egyszerű. Kell venni egy megfelelő hosszúságú nyeregcsövet, és beszerelni. Amikor trükközöl, leteszed a nyerget, amikor hazamész, előtte fölhúzod. Aktívan üzem én is ezt a sportágat, és nekem az a helyzet, hogy már a térdízületek és a porcok már nagy mértékben megkoptak, pont ezért. Mivel már idősebb vagyok, és nagyon sokat használtam a kerékpárt, és le volt engedve a nyerekcső, és nem gondoltam már azelőtt, hogyha mindenkinek ezt tudom javasolni, hogy szerezzem be egy hosszabb nyerekcsövet, és ha közlekedik a kerékpárjával, akkor emelje fel a nyerget, és igenis tessék ráülni, már úgy fogtak járni, mint én, és fájni fog a térdetek, és utána arra készülünk, hogy abba adjátok. Úgyhogy én ezt javaslom. Hajdanán, amikor engedtem az ülést a BMX bicajomon, akkor személyes tapasztalatom, hogy elkezdett fájni a térdem, és ez így hosszú távon egészségügyi problémát. Úgyhogy nem tanácsolom senkinek, hogy ezt műveljék, még hobbi szinten sem.